Azt hiszem, a mai nap különleges, de miért is? Fogorvoshoz kell mennem, vagy a hivatalba, esetleg a rendőrségre? Nem. Tényleg, ma megyek utoljára óvodába, utána pedig iskolás leszek. I like to move it, move it. A mai nap az utolsó, juhú! Ó, oh, Júlián, már ébren vagy? Éppen ébreszteni szeretelek volna. Már ébren vagyok, anya, mert ma megyek utoljára óvodába, és nem késhetek el, ki kell élveznem minden percét, mert utána már iskolás leszek. Igazad van, de Julián elég őrülsz ennek. Azt hittem, hogy majd szomorkodni fogsz. Először szomorú is voltam, de rájöttem, hogy iskolás leszek, és biztosan találkozok ott a barátaimmal, mert ők is plémobilvárosban laknak, szóval fogom a táskámat, és már megyek is. Julián, nem eszel előtte valamit? Nem, ma együtt reggelizünk az óviban. Megyek is. Rendben, érezd jól magad. Ez eléggé meglep engem. Julián, figyelmezhetlek! Ha valamit tönkreteszel az oviban, akkor abból baj lesz. Hamarosan én is oviban megyek. Rendben, hamarosan te leszel a családban. Sziasztok, itt vagyok. Kezdődhet az utolsó nap az oviban. Hol vannak a többiek? Jaj, ma van az utolsó nap. Remélem, a többiek nem maradtak otthon. A sportsarokban sincs senki, azt hittem legalább Steve kosarazik egy kicsit. Ó, mindannyian a labda medencében vagytok, miért vagytok ennyire nyugodtak? Szia, Brigitte, történt valami? Jó reggelt, Julian, nem történt semmi, csak mindenki nagyon nyugodt ma. Ó, Julian, mivel ma van az utolsó nap, készítettem egy kis nasit, ha szeretnél, lehetsz egy fánkot. Szuper, fánk, a vaníliásot választom. Hé, hey, srácok, miért van itt ekkora csend? Történt valamit, csinálunk ma valami különlegeset? Julian, nem ez az utolsó napunk az obiban, mindannyian novisok akarunk maradni, és ezért tennünk kell valamit. Igen, Julian, te tényleg suliba akarsz járni egy csomó új gyerekkel, mi lesz, ha nem egy osztályba kerülünk? Ezt nem gondolhatjátok komolyan, mindjárt iskolások leszünk, és az is jó lesz. Lehet, hogy nem kerülünk egy osztályba, de mindannyian egy iskolába fogunk járni, és az klassz. Egyáltalán nem klassz. Én nem akarok új barátokat. Itt akarok maradni a barátaimmal, és ezért tennünk kell valamit. Gyerekek, gyertek ide a napsugáróvoda utolsó megbeszélésére. Nos, gyerekek, mit szeretnétek ma csinálni? Azt csinálunk, amit csak szeretnétek, és ha szeretnétek, ma tovább maradhattok az oviban. De hát Steve továbbra is itt akar maradni. Van, Hamid, én éhes. Hol van anya? Brigitte, nem mehetünk iskolába, még nagyon kicsik vagyunk, vigyáznod kell ránk. Ugye nem gondoljátok komolyan, hogy most csecsemőként akartok viselkedni? Olyanok vagytok, mint Emma. Gyerekek, mi történt? Az előbb még csendben voltatok, mert most meg úgy viselkedtek, mint a babák. Ennyire féltek? Szerintem bekakáltam. Steve, ugye nem kakáltál be? Nem, csak tettetem, te is tegyél így. Szó sem lehet erről, Brigitte, majd én ezt elintézem. Srácok! Rendben, akkor összepakolok. Nekem ez már tényleg sok. Srácok, nem tudom, mi van veletek. Azt hittem én viselném a legrosszabbul a dolgot, de ti még gázabbak vagytok. Hamarosan iskolások leszünk, és az szuper. Nem, Julián, nem lesz jó, hogy sokkal jobb. Igaza van, szárának, tüntetnünk kell, hogy itt maradhassunk. Ovis, akarok maradni, nem akarok iskolát. Akkor ti felnőttként is oviban szeretnétek lenni? Igen. Emlékszem még rá, amikor eldugítottuk a vécét. Az olyan vicces volt, ilyen csak az oviban történik. Nem hinném, hogy ilyen csak az oviban történik, és amúgy is kikaptunk érte. Gondolj csak bele, Julian, hogy milyen klassz trükköket tanítottál nekünk itt a sportsarokban. Az igaz, hogy nagyon menő ez a sportcsarok, de máshol is lehet sportolni, és vannak azért rossz emlékeim is, például, amikor nem tudtam szabadulni a gyűrű fogságából. Julian, emlékezz csak vissza az első napomra, milyen szörnyű volt, aztán a legjobb barátok lettünk, ilyesmi csak az oviban történik. Vagy amikor én az első napon belét szerettem, szerintem az iskolában is belét szeretek, Srácok, valóban nagyon szépek ezek az emlékek, de az iskolában is lesznek ilyen klassz élményeink. Megígérem nektek. Srácok, róla megfelejtkeztetek? Mia, te vagy az, te megint mit csinálsz itt? Julian, hadd öleljelek meg, nekem tegnap volt az utolsó napom, ezért ma bejöttem hozzátok. Szuper! Én örökre itt maradok. Nézd, ki van itt! Szia, Mia! Igen, én vagyok az. Sokáig maradok, mert Playmobil városba fogok iskolába járni. Tényleg? Ez szuper! Ó, Mia, olyan sok szép emléket jutattál most ez eszembe, például, amikor a Slime Aqua voltunk. Tudod mit, Mia? Ha te is iskolába mész, akkor már én is szeretnék iskolába menni, remélem, hogy egy osztályba kerülünk. Nem, Mia, jobb lenne, ha visszajönnél az óviba, engem teljesen meggyőztetek, maradjunk itt az óviban. De Julián, te mondtad az mint hogy nem szeretnél itt maradni, és igazadban, hogy az iskola is biztos jó lesz. Hé, hey, játszani szeretnék, ne, te meg mit csinálsz itt? Nyugi, nem akarok vitát, hallottam, hogy ma van az utolsó nap az óviban, ezért benéztem egy kicsit. Sziasztok, én vagyok az a nagy Julián, csak azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Micsoda a bocsánatod, de miért? Ó, úgy érzem magam, mint ahogyan régen is éreztem magam, már is hiányzik az ovis élet. Ezért is maradunk. Nem számít, mit gondoltok, és az is mindegy már, hogy nagy Julian bosszantott minket a régi szép üték miatt, itt maradunk. Mi folyik itt? Ennyi még sosem voltatok itt, nincsenek is ennyien a csoportomban. Mindegy, mit gondoltok, mindannyian ovisok maradunk, ti győztetek meg engem, nem én titeket, szóval maradunk, örökre. Julian, nem akarhatsz örökre itt maradni a kistestvéreddel, Emma mindjárt is lesz. Nem baj. Julián, lesz egy pár nap szünetünk, és csak utána megyünk suliba, de minden rendben lesz. Te mondtad, hogy ne legyünk már olyan dedósok, hogy itt akarunk maradni. Nem számít, mit mondtam, itt maradunk. Miért kellene suliba mennünk, ha itt jobban érezzük magunkat? Julian, örülök, hogy jól érzed magad itt, de már nagyok vagytok, és a barátaid is ott lesznek az iskolában, és új barátokat is találsz majd. Tényleg, Brigitte, most, hogy találkoztam a régi barátaimmal, azt hittem jobb lenne maradni, de ha Mia is ugyanabba az iskolába fog járni, akkor az nagyon klassz lesz. Pontosan, Júlián, és biztos vagyok benne, hogy sok új barátod lesz, és a tanáraidat is megviccelheted, úgy, ahogyan azt velem is tetted. Biztos örülnek majd neked. Igazad van, akkor ugorjunk be még egyszer utoljára a labda medencébe? Ez a kis begyár még hiányozni fog nekem a szívemhez nőtt, kár, hogy ilyen gyorsan megnőnek. Jó, hamarosan iskolába megyünk. Én, Folgál Julian és a barátaim befejeztük az ovid, de hamarosan iskolások leszünk és folytatjuk a csíntevéseket. Szuper lesz!